Ricsi beszél, figyeljen oda! Nagyon-nagyon-nagyon barátságosak voltak, igyekeztek minél rövidebbre húzni a dolgokat, nem kötözködtek, tényleg lehetőleg legudvariasabban jártak el, még ennivalót is kaptunk tőlük, úgyhogy kifejezetten barátságosak voltak. Mit kaptatok? Kenyeret és halat. Ezen kívül. Úgyhogy mondtuk aztán nekik, ezt már elmondtam több helyen, de elmondom még egyszer, hogy mondtuk nekik a végén, hogy viszlát és kösz a halakat. Büntetés. Hogy vannak a halak? Köszönjük szépen, hogy megvártatok. Igen. És hogy itt voltatok velünk, és reméljük, hogy ez az akció annyit tudott segíteni az ügyön, hogy nagyobb nyilvánosságot kapott, és ezzel talán valamivel jobban tudunk hatni. Igen. Büntetés. Köszönjük szépen. Büntetés. Szabálysértési eljárásban figyelmeztetést kaptunk, ami még megtámadható 8 napig. Még nem tudjuk, hogy élünk ezzel, vagy kell-e, majd elgondolkozunk róla. Jogásza. Persze, ja, és ami nagyon fontos, hogy azonnal megjelentek ügyvédek, teljesen ingyen és bérmentve, vagy támogassanak. A Pedagógusok Demokratikus Szövetségétől, akiknek ezúttal szakszervezetétől. Igen. Igen, ennyi, és akkor így aztán vélemet kaptunk. A harmadik fiú, elvitt az édesanyja. Igen, ő fiatalkor is ment nyilván. 17-et mondott neki. Ki a Máté? A Teddy. Hősök. Azt nem tudom. Köszönjük szépen, hogy megvártatok, és januárban. Nagyon elés! Szeretnénk, hogyha mindenki békésen és csendben van. Januárban találkozunk. Nagyon elés! Nagyon elés! Ölelkezés fontos. Együtt vagyunk. Hát nem tudom, én inkább nem tudom.